Csúszsz arrébb! Jó, mit hagyok itt? Ezt se néztem meg. Ja, egy szögbe levő. Látom, hogy örülök. Ez üres. Jó, hát nem sok minden maradt már itt, úgyhogy ugye hamarosan nézünk tovább. Tovább állunk innen. Az a baj, hogy nincs még mindig egy fejlámpám, vagy valami, mert olyan... ilyenkor még olyan mocsukos sötét tud itt lenni. Nem azért, csak így minden apróságra figyelni kell, és hogy fekszik-e valaki a sarokba, és ezt nehezen lehet meglátni. Például szerintem ezt is kihagytam. Jaja. Hoppá! Gyerekek! Még a végén motorozni fogunk. Az megvolt. Ez üres, üres, üres. Azt hiszem, ezt is néztem. Üres, üres. Üres, szerintem lehet, hogy itt erre még nem jártam. Ezt a párat még itt meg kell nézni. Itt nincsen alul. Nem görcsölök bele ebbe az antibiotikum témába, de azért adhatnátok. Gyerekek, annyi szögbelövőm van már. Nincsen alul, és azt hiszem, hogy itt meg már. Ja, hát mondjuk még annyi, hogy... ott még van bent valaki. Hogy azt hiszem, ez itt a WC. Hát a WC-be elvileg voltam. Csak nem akarok nekiállni széttörni, inkább bemegyek hátulról, mert már úgyis kinyitották. Ja, hú, hát ezt most mondjuk... de mondjuk ezt a... ez egy jó kis bevásárló kosár, de most már mindegy, ha felvettem. Na, én bemegyek szerintem... nem akarok már még egyet felvenni. Én szerintem bemegyek, mert hátulról már úgyis kinyitották az ajtót. Ura. Itt is egy kosár. Mennyi bevásárló kosár van? Ez meg egy... ez is egy kicsi. Ja, hogy lehet, hogy ez volt az. Lehet, hogy ez volt. Merre laksz? Lábatlanban? Nem. Itt azt hiszem, igen. Na, illetve hát várjunk, hát itt is még... nem ide, nem is ide akartam. Ide is akarok majd jönni. De... várjunk, mert legelőször ide, mert itt hagytam egy stukkert, én úgy emlékszem. Nem ebbe, nem ebbe. Igen! Kis pisztolykámat, hát csak ne hagyjuk itt, ha már megadta nekünk a jó Isten. Uaj, de undorító itt tapodni bennetek, gyerekek. Ott azt viszont, azt nem fogom szétütni, mert ahhoz nincs elég energiám. Hát itt még hátra találunk valami jó szerszámot, egy jó csákány az még jó lenne. Ha már antibiotikum nincs, akkor legalább... mondjuk ez is jó, hogy betonacélkeret. Most én már nem tudom, milyen cipő van rajtam, tudja valaki? Ja, hogy ilyen katonai ez. 25, 27, 11. Hát ez sokkal rosszabb, jó? Így jártál. Egy kicsit jobban bírjuk a melót, ha ittunk egy sört. De azért annyira nem, de úgy látom, hogy... hát igen, ahogy Turborudi mondta, tényleg a székeket is össze lehetne szedni, mert azzal is lehet tábortüzet működtetni. Hú, gyerekek, nagyon
Iszonyatosan fáradok, még nem tudok nagyon sok mindent. Hú, de szuper, és azt már nem tudom felvenni. Hú, hát valami pedig úgy fog járni, hogy... Mert azért, ami fontos, azt elviszem. Ez sima, ezért, de azzal nem tudok mit kezdeni. Tényleg nem tudok mit kezdeni a fájdalomcsillapítóval. Ó, ne, ezért, ezt szétszedem. Én benne hagyom, mert nem tudok vele mit kezdeni. Esetleg, ha a tradernek el lehet adni, de én igazából nem szoktam használni. De nem látok itt már mást, ezek szerintem mindenki kijött az üdvözlésre, mert még kora reggel. Piszkosul megy láma. Fáradtság, úrrá lett rajtam. Úgyhogy... Én szerintem nem nekem való ez még. Na, valamit tanulunk. Ha lenne valaki ott a sarokba, de lehet, hogy az csak szemét. Aha, lehet, hogy csak szemét. Jó, hát akkor... Csinálunk egy ilyet. Na, várjunk, csak ezt szétszedem. Sajnos még most szükségünk van ilyen kőoltás témára, mert az ilyen tűzoltó fejszékhez még kisfiú vagyok, úgy látszik. Huha. Huha, itt kezdődnek a bajok. Ide is vissza kell jöjjek majd. Hát. Mert az a zseblámpa, az még azért jól jönne. Igen, ezt is elolvassuk. Jó, hát mindjárt szerintem végzünk. Hát 11 óra múlt. Jesztusom! Gyerekek, nem tudom eltenni már semmit. Tenni semmit. Hát mindegy, legalább széttörtem. Jó, hát most akkor sajnos, de hát azért örüljünk a lootolásnak, mert az meg azt jelenti, ez is hogy döglött itt meg? Vagy mi lett itt? Volt valami vadállat, ami megette ezeket? Vagy mi? Na, mindegy, ezeket megint bedobálom, a szerzeményeket, és megint mehetek tovább. Hú, ezzel is lett ez a láda. Azzal nem tudok mit csinálni, meg szerintem ezekkel sem most már. Hú, mennyi lapát. Na, jól van. Ez egy-két apróság, amit ott hagytam, azért beugrok, és akkor utána megyünk tovább, mert még szét kell nézni. Sőt, és egyébként, ajaj, nem is lesz nagyon időm rá. Na, mindegy, ezekért beszaladok. Ugyanis most negyedik nap van, és délbe, na, mi fog jönni, csak nem egy airdrop, és még az airdropra is számíthatok amúgy, mert az airdrop is egy... Airdrop is még egy jó pufa dolog, mert szokott nekem, és nem tudom melyikbe hagytam, nem akarok már itt hagyni dolgokat. Ebbe maradt valami, igen. Aztán azt ebbe is, meg ebbe is. Szóval az airdrop az nagy eséllyel szokott például antibiotikumot ledobni, és meg is jött. Meg is jött, hát reméljük, hogy nem lesz nagyon messze. Azért viszont el kell szaladni abba az irányba. Amúgy mi van nekem itt? A kemény fém ajtó. Igen, ezt... Hát jó. Én most nem...
nem izélgetek itt velük. Na, abba az irányba elszaladunk, most ott meg egy őzikét láttam a ház mellett. De nekem az a gyanús, hogy mint hogyha abból az irányból jöttem volna, vagy nem úgy volt. Szóval én csak mindjárt megnézem, mert hogy is volt. De igen, abból az irányból jöttem úgy nagyjából. Hát ott van egy víz is, most már csak reménykedni tudok, hogy nem a vízbe dobták. Ja, gyere! Azért ez tetszik, hogy egyre nagyobbakat tudok ütni, viszont mi ez a beborulás? Beborult az ég, gyerekek. Pillanat alatt tud beborulni az ég. Ez itt egy templom. Templom. Ó, hát igen, ezeket majd lehet visszafele jövet, ezeket az autókat is. Most megpróbálunk elszaladni. Ott meg egy malac. Most én malacra vadá... Hát végülis a malac az nem egy olyan nagy dolog, mert az nem szalad el, mint az őzike. Sőt, az inkább én rám szalad. Gyere! Jó, hát azért, ha már az utamba kerültél... Bocsi, nem hagytalak itt. Na hát igen, most ez a kérdés, mert nem látszik. Most. Jöttem nézelődni a szép tájba, és nem hagysz, úgyhogy... Hát igen, ez most egy jó kérdés, hogy az most hol lehet. És mivel az a baj, hogy mivel nem látom, ezért lehet, hogy a vízbe van. Hát annak nem örülök, ha megint úsznom kell. Pontok, csak viszont ez most tényleg hol lehet? Na várjunk, ott megy az út, igen, ott jöttem én be. Na nézzük. Fú, az viszont, az simán ott van a vízbe. Hát most csak az a kérdés, hogy mennyire lesz mély a víz. Ott szerintem meg pont nagyon mély a víz, mert az itt az előbb pont itt lekukkantottam. Ott fog mélyülni. Na, jó, hát mondja, meglátjuk. Azt a mindent, mekkora köd lett itt. Nem látok át a túlpartra. Ja, most már jó. Hát ezért az is vagyok kénytelen elmenni, mert nagy eséllyel szokott adni. Nagy eséllyel szokott adni antibiotikumot, meg mindenféle kötszer, fegyver, egyéb dolgokat, ezt már most csak nem jó, hogyha itt hagyom. De ez a játék, ez komolyan, tehát az előző évadot és az előző sorozatot, amikor csináltam, hát akkor is majdnem megfulladtam, mert olyan mély vízbe kellett lemenjek, és nem tudom, mi lesz. Meg ez az úszás, csak telik az idő, 3-4-2, és én csak úszok még mindig. És nem tudok már jobban sietni, de próbálom siettetni, de hát látszik, hogy teljesen az életerőm, az egy gyalogúszásban megyek, szóval nem tudok gyorsítani jobban. És mondom, a 7 fok. Na most ez a következő téma, gyerekek, hogy a vízbe kabátot kell felvennem, na? Ez is mekkora. Ajaj. Ott. Hol van? De, mintha láttam volna.
Hopp, de nem, hát már alattam, vagy itt van alattam valahol, de nem is lehet látni. Olyannyira, hogy már látni se lehet. Én nem látom. Ja de, ott van. Ú, gyerekek, ez mocsok mélyen van már megint. Most valahogy nem is tudom, hogy mit kéne csinálni. Egy kicsit hagyom ugye az életerőm, mert most azért pattogok itt egy kicsit, hogy felmenjen, kipihenjen magam, mindjárt felmegy 100-ig, és akkor most elindulunk. Hát, ahogy bírok, de nagyon fogy ám a levegő, csúnyán fogy. Hát, ha itt megfulladunk, akkor viszont az összes mindenem oda lesz. Az a baj. Az a baj, hogy mindenem oda lesz. Pedig mindjárt el is kezdek fuldokolni, ez a nagy baj. Na és emelkedés. Na, itt elkezdtem már fulladni. Lehet, hogy ilyet is benyomok magamnak, hogy emelkedjünk. 40. 27. Fú, gyerekek, az kemény volt. 30-ig lement. És igazából nem tudtam megnézni, hogy mink van. Hát, az nincs, ami nagyon kellett volna. Ohaj, gyerekek, nézzétek már, kik jönnek ott. Egy vándor horda a víz alatt. Nagyon jó. Fú, 42-ig, 43, hát 44, de mindegy, mert egy kis kajával ez feljebb megy, de azért, fú. Pedig hazaszaladok, szerintem kipakolok, mert amúgy is ki kéne. Alattam van a horda. Alattam vannak a gyerekek. Hát igen, azért viccesebb lenne, hogyha... Ja, most meg melegem is van. Hát azért ne csináljuk már ezt. Jönnek ám utánam. Szóval benne vagyok a vízbe, és annyira melegem van, hogy 33 fok azért. Ez van egy kis diszkót bája ennek. Na, most már azért... Csak le vagyok fáradva, még csak sietni se tudok. És olyan köd van. Na jó, vegyük le ezt a kabátot gyorsan. Jó. Ú, de szupi. Látótávolság zéro. Houston, megszakadt a rádió kapcsolat. Hát, eddig még semmi bizakodó dolog nincs, nem találtam antibiotikumot. Hát, még a végén lehet, hogy tényleg ebből fogok csinálni. Most már krizantémom is van, de ez mi ez? Ez van kő. Nem is azért, csak most már nem tudom igazából. Na, egy fejlámpa végre, egy fejlámpám, nem fogok vakoskodni. Azért megérte eljön idáig. Ott egy győzike. Hát győzike, tele vagyok, mint a déli busz. Nem fogok tudni, de nem is akarlak.
Nem is akarlak. Ott van, őzike.